25 ország részvételével rendezték meg a portugáliai Albufeirában a 14. IKF Kempó világbajnokságot. Az újfehértói Kempó harcművészeti ese 4 versenyzővel képviseltette magát a magyar válogatottban. Kis Krisztián László 4 arannyal, Szabó Tibor Benedek 3 arannyal és 1 ezüsttel, Lovas László 1 arannyal és 2 ezüsttel, Pásztor Ádám pedig 1 arannyal és 2 bronzzal tért haza a VB-ről. A világbajnokokat szerdán köszöntötték Újfehértón. Nyilván személy szerint én is, de a önkormányzat képviselőtestület is rendkívül büszke arra az eredményre, amit folyamatosan a kempósaink nyújtanak a teljesítményükkel, és természetesen az, hogy világversenyeken megjelennek, és elhangzik Újfehértónak a neve, ez a lehető legjobb marketing a város számára. Nyilván ezért is megteszünk mindent, hogy jól érezzék magukat a gyerekek, zavartalanul tudjanak készülni ezekre a versenyekre, és nem csak gyerekként, hanem majd későbbiek során felnőttként is tovább tudják öregbíteni a városnak a hírnevét. Pásztor Ádám, akinek nem csak versenyzőként, hanem edzőként is volt feladata a világbajnokságon, elégedett az általa szerzett 3 éremmel. Beleadtam mindent, készültem rendesen, heti rengeteg edzésre, napi 2-ket nyomtam, és tényleg önvédelembe be is érett a gyümölcse. Lehetett volna jobb a másik 2-be is. Igaz, nem minden mindig rajtunk múlik, mert kemény mezőny is van, bírói gárdával se lehet mindig egyet érteni, de meg vagyok elégedve magammal, mert tényleg dobogós helyen értem mindháromba, amiben neveztem. Jövőre próbálok több aranyat hozni, de remek szerintem. A világbajnokságon a magyar csapat 36 arany, 24 ezüst és 25 bronzérmet szerzett. A 16 éven aluliak az élen végeztek a csapatversenyben, a felnőttek pedig Spanyolország mögött a második helyet szerezték meg. A szövetség alelnöke szerint a 4 újfehértói fiatalnak jelentős szerepe volt a sikeres szereplésben. Ők már nagyon régóta stabil szereplői a válogatottnak, ugyanúgy hozzák az eredményeket, mint pár évvel ezelőtt, lehet rájuk számítani, és tovább tudnak fejlődni. Meg tudják védeni a címeiket, hogy számítunk rájuk a következőkben is. Az újfehértói kempúsok októberben a szlovákiai Európa-bajnokságon képviselhetik majd a magyar színeket. A portugáliai VB-n döntés született arról, hogy a 2018-as világbajnokságnak Magyarország lesz a házigazdája.